Évről évre egyre nagyobb károkat okoznak a gazdáknak a madarak. Rendszeresen dézsmálják a vetést, amivel országszerte egyre súlyosabb problémát okoznak a mezőgazdasági termelőknek. A probléma súlyát jelzi, hogy a múlt héten emiatt Hajdúnánáson már egyeztettek is az érintettek. Az agrárium és a természetvédelem érdekeit kell akár jogszabályi módosítások árán is összehangolni. Hogy pontosan hogyan és milyen eszközökkel, elmondja Szollát Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok! Elnök úr, hát mekkora a baj? A baj nem kicsi, legalábbis a gazdák azt érzik, hogy a bizonyos részein most már a megyének adott növénykultúrákban ellehetetlenedik a termelés. És ugye, hogyha a védett állatokról beszélünk, és nem csak madarakról, akkor különböző helyein a megyének, és különböző állatokról beszélünk. Ugye, hogyha madarakról beszélünk, akkor ősszel többnyire a liba és a darukár az, ami jelentős kártétel tud lenni egy adott évben. Hogyha nem csak madarakról beszélünk, az utóbbi időben újra a hörcsög az, ami egy nagyon komoly kárt tud okozni. Ez legfőképpen Balmazújváros környékén jött az idejében elő, de tényleg nagyon drasztikus kártétel van. És hogyha a klasszikusról beszélünk, akkor tavasszal a varjúval kezdődik, majd később pedig a nyár folyamán, vagy már ilyenkor, amikor a cseresznyérés kezdődik, akkor pedig a seregélyek fognak nagyon jelentős károkat okozni. Ezek az állatok, amiket felsorolt, ezek többsége védett. Így van. Azt hiszem, hogy ez nem egyszerűsíti le a problémát, sőt. Ez így van, és tulajdonképpen amikor nagyjából 2 éve elkezdtük ezt összerakni, hogy akkor mégis mi a körülállás, mi a eljárási rend, és mit kell tenni a gazdáknak ahhoz, hogy mondjuk hozzá tudjanak jutni a kártérítéshez, 2 dologgal szembesültünk. Az egyik az az volt, hogy nem volt probléma tudata a környezetvédelmi hatóságnak, vagy egyáltalán akik ezt a környezetvédelmi oldalról szemlélik, ők azt a nyilatkozatot tették, hogy igazából ilyen problémákkal ők nem szembesülnek. Másrésztről pedig, amikor megpróbáltuk azt megnézni, hogyha valóban végig megyünk ezen az úton, akkor mi a kártérítésnek a lehetőség, akkor azt látjuk, és most is így látjuk, hogy érdemben még senki nem jutott hozzá ilyen kártérítéshez. Másrésztről nagy valószínűséggel ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz törvényi módosításokra lesz majd szükség. Elnök úr, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá, elképzelhetőbbé tegyük a kár mértékét, mit jelent ez mondjuk ott Hajdúnánáson vagy a környéken egy-egy gazda, egy-egy termelő számára? Milliós, 10 milliós, mekkora kárösszeget kell itt elképzelni? Borzasztóan nehéz ezt kifejezni. Egyrésztről a tanultehetetlenség okán a gazdák egy jelentős része már lemond a bejelentésről is, hiszen az elmúlt években már annyit küzdöttek ezekkel a problémákkal, hogy azt mondják, hogy inkább úgyse fog történni semmi. Belefáradtak? Belefáradtak, és sajnos a probléma nem enyhül, hanem évről évre egyre nagyobb. Hogyha most a varjuk kártételről beszélünk, ami most egy ilyen nagyon ekletáns példa, ott az a kolónia, ami a mi környezetünkben okozza a legnagyobb problémát, egy 10 éve még azt mondtuk, hogy persze vannak sokan, vannak kisebb kártétel van, de egy elviselhető kártétel volt, 5-10%-át kiadta a vetésnek. Azt mondta a gazda, hogy ez egyszerűbb elfogadni, mint hogy ebbe bármit próbáljuk meg intézkedni. Most viszont arról tudok beszámolni, hogy gyakorlatilag van, aki már a harmadjára vetette el a kukoricát ugyanabba a táblába, és most is, amikor kim voltunk szemlézni, ilyen 30-40%-os kártétele volt, nem tudtunk eljutni a csapadékos idő miatt egy másik helyre, ott a harmadik vetést teljes egészében kiették már, és azt mondta a gazda, hogy ő föl is adja már, nem fog kísérletezni újabb vetéssel. Tehát akkor 2-szer elvetem a kukoricát, és 3-jára is el kell vetnem, és onnantól kezdve már csak bízni kell, hogy abból hát, ha lesz valami, akkor az 2-3-szoros költség. Így van, akár ez is benne van, vagy mint az adott példa mutatta, akár a teljes megsemmisülés a 3. vetés után is előfordulhat, és ugye azért ezek nem csak kis területeken, ezek hatalmas területen is károkat jelenthetnek. Szóba jöhet-e a gyérítés valamilyen formában? Alapvetően a varjú esetében nem, erre a környezetvédelmi hatóság nem ad engedélyt, de hozzáteszem, hogy én nem is szeretném ebbe az irányba vinni alapvetően. Mi nem haragszunk ezekre az állatokra. Ezek az állatok csak azt teszik, ami teljesen természetes. Fiókákat nevelnek, ezeknek a fiókáknak megpróbálják az élelmiszert biztosítani, és jó
anyák és jó szülők. Ebben a tekintetben szerintem ez teljesen rendben van. Szerintem itt az ember nyúlt bele ebbe a rendszerbe, és gyakorlatilag amióta védett a varjú, az igazából nagyságrendekkel szaporodik. És ugye itt most egy fontos kérdés lehet majd föltenni, de azt gondolom, hogy ezt nem itt kell majd megbeszélni, hanem az, hogy mennyi varjú kell ahhoz, hogy egyébként mondjuk a védettség alól kikerüljön, vagy ezek nyilván ilyen kérdések lehetnek. De azt gondolom, hogy ezt a kérdést egyébként az agrárium szereplőinek, a környezetvédelemmel foglalkozó szakembereknek kell közösen megtenni, és valami olyan kompromisszumot kellene találni tárgyalóasztalnál, ahol nem ilyen süketek párbeszéde zajlik, hanem látszik, hogy van egy helyzet, van egy probléma. Egyébként két megoldás lehet. Az egyik az, hogy a régi alapelv alapján, aki kárt okoz, az megfizeti ezt a kárt, és akkor a gazdák hozzájutnak ahhoz a kieséshez, ami egyébként a termelésükben évről évre egyre nagyobb mértékben jelentkezik. Vagy van a másik lehetőség, hogy akkor meg kell azt keresni, azt a megoldást. Lehet, hogy éppen a tudományt kell segítségül hívni, és mondjuk az egyetemek bevonásával kell találni egy olyan technológiát, ami mondjuk kiküszöböli azt, hogy ezek az állatok kárt okozzanak. Lehet, hogy lesz ilyen, akár ilyen riasztási mód, vagy olyan technológia, ami ma még nem ismert számunkra. Hát Óza, csodák csodája óta ismerjük, hogy van ilyen, hogy madár ijesztő, de ön mesélt itt a beszélgetésünk elején, amit még a nézők nem hallhattak, más történetet is, hogy annyira intelligens a varjú, hogy például túljár a riasztási technikákon is? Ugye nyilván én azt gondolom, hogy a gazdatársaink törvénytisztelő emberek. Betartják azokat a szabályokat, amelyek jelenleg törvényi körülállást adnak ebben az ügyben, és tulajdonképpen nyilván megpróbálnak azért amennyire ezt engedi védekezni, mondjuk munkatársaikat kiküldik a területre, és akkor így ha nagy karmozdulatokkal megpróbálják odébb tessékelni a varjút. A varjú pontosan tudja, hogy ez mit jelent, és amikor így mondjuk kiszállnak a kocsiból és próbálják őket elkergetni, akkor 50 méterrel arrébb repül, és ugyanazzal a okos, megfontolt módon szedik ki fel a kukoricát a földben. Ez a párbeszéd, ez az egyeztetés, ez megkezdődött már a természetvédelmi szakemberek, illetve a termelők között? Illetve hát ebben a küzdelemben azért önök egy nagyon erős lobbista támogatására is számíthatnak, hogyha jól láttam a híreket. A MAGOSZ is támogatja az önök ügyét. Így van. Én köszönettel is tartozom a kormányhivatalnak, hiszen mi onnan kezdtük ezt 2 évvel ezelőtt, ezt a beszélgetést, hogy ez a probléma nem létezik. Én annak örülök, hogy most már eljutottunk odáig, hogy nyilván ebben azért fontos szerepet játszik a Agrárgazdasági Kamara. Mi a falugazdászokon keresztül most azt kérjük a gazdáktól, hogy igenis dokumentáljuk ezeket jelentségbe, és tudjuk mutatni azt az illetékes szakembereknek, hogy milyen mekkora a probléma, és hogy ez valódi probléma. Eljutottunk odáig, hogy ez akkor most már van egy közös nevező, legalábbis én ezt így látom, hogy ez a probléma létezik, erre megoldást kell találni. Szerintem az egy másik kérdés, hogy a jelenlegi törvényi szabályozáson belül lesz-e megoldás, vagy új törvényi szabályozást kell megtenni. És valóban ebben szerintem egy nagyon fontos hogy a MAGOSZ és az Agrárgazdasági Kamara együttműködése, szerintem ez mondhatjuk azt, hogy nagyon jó, és ebben Jakab István elnök úrnak a nagyon fontos szerepe lehet, hiszen ő volt most ennek a sajtótájékoztatónak az egyik vendége is, hiszen tavaly, amikor egy fórumot tartottunk Hajdonálláson a védett madarak kártételével kapcsolatban, akkor úgy álltunk föl, hogy a következő évben akkor próbáljunk meg erre egyrészt fölhívni továbbra is a figyelmet, és megkeresni azt a közös megoldást, ami az érintettek minden felett bevonva, próbáljuk ezt a megoldást előrefele vinni, és ez a mostani sajtótájékoztató is erről szólt. Egyrészt, hogy létezik a probléma, és mindenképpen meg kell keresni, ha kell, akár törvénymódosítására is. Biztosító társaságok esetében beszélhetünk most ilyen, ismer most a pénzügyi szektor ilyen biztosítási kárt, hogy megette a vetési varjú az elvetett kukoricámat? Én nem tudok ilyenről. Esetleg lehet, hogy ők is szerepet vállalhatnának ebben a megoldásban. Jégkárra, ilyen-olyan természeti csapásokra azért lehet ma már Magyarországon biztosítást kötni. Igen, de szerintem ez egy másik kategória, de szerintem abban majd egy biztosítási szakembert kell megkérdezni. Nem vagyok benne biztos, hogy nagyon örülni fognak ennek a felkérésnek. Attól még a probléma létezik. Ön személy szerint miben bízik,
mikor lehet azt mondta, hogy 2 éve tart ez az egyeztetés, mikor juthat ez el, ez az eszmecsere olyan szintre, hogy akár már egy letett, átbeszélt javaslatról vitatkozhassanak a felek? Én örömmel hallom azt, hogy úgy néz ki, hogy a LIBA esetében lesz egy konszenzus, arra vonatkozólag, hogy a szezonalitása a LIBA vadászatnak az egy öntetű lesz. Ugye eddig korábban az volt a álláspont, és az volt a törvényi szabályozás, hogy itt Hajdú-Bihar megye, Szabolcs, Szatmár, Szolnok és Békésnek egy részén hónapokkal később kezdődött a vadászati idény ezeknek a libáknak, ami nyilván azt okozta, hogy ahol nem háborgatták őket, ott tömegével jelentek meg, ott, ahol háborgatták őket, onnan meg eljöttek. Így most én azt gondolom, hogy egységesítve a vadászati szezont gyakorlatilag meg fog oszlani az a kár, ami keletkezhet, hiszen a vonulási útvonaluk az továbbra is itt lesz, hatalmas mennyiségben vannak, és én meglátásom szerint alapvetően nem vadászati kérdés, hanem inkább mezőgazdasági kár kérdése. Ebben úgy látszik, hogy egy komoly előrelépés sikerült elérni. Én azt gondolom, hogy ezt kell megtennünk ugyanígy a varjú esetében. Tisztázni kell egyébként, hogy a varjú mitől védett. Egyébként hozzá szeretném tenni, a varjú nem önmagában a varjúért védett, legalábbis az én tudásom szerint, hanem az elhagyott varjú fészkekben védett madarak fészkelnek, vércsék, baglyok, egyéb védett madarak, és tulajdonképpen arra van szükség, hogy ilyen fészek rendelkezésre álljanak különlegesen védett madarak számára. Ugye innentől ez egy fontos kérdés, de ez egy szakmai kérdés, hogy mennyi ilyen fészekre van szükség ahhoz, hogy ez a dolog ez működjön. És lehet, hogy 20 év, 30 év, 40 év után eljött az idő, amikor esetleg ezen el kell gondolkodni. Elnök úr, hát én eredményes, sikeres egyeztetéseket kívánok. Köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.